Ezt szeretném mondani így egyből a videó elején, hogy én nem bántani akarom ezt a két karaktert, akit meg fogunk most vizsgálni, mert alapvetően nem hiszem, hogy az ember tehet arról, hogy milyen a stílusa. Nyilván ezek a videók az Infobubble csatornán szintén megosztják az embereket. Van, akinek bejön, van, akinek nem. A probléma nem az egyén stílusával van, hiszen az ember olyan, amilyen. Természetesen én hiszem, hogy változnunk kell, és tudunk is változni. Van egyfajta karakter azonban, ami megmarad mindvégig mellettünk. Az embernek van egy alapvető stílusa, ami egyéniségét teszi, és nem biztos, hogy ezt meg kell változtatni. Azt nem mondom, hogy mindenkinek a stílusa pozitív, mint ahogy az sem, hogy mindenkinek a stílusa negatív. Egy dolog azonban biztos, és az az, hogy nem vagyunk egyformák. Így nem egyformák azok a dolgok sem, amiket kedvelünk, vagy nem kedvelünk. Ahogy mondtam, szerintem a probléma nem az egyén alapvető stílusával van. A probléma akkor kezdődik, mikor valaki megpróbál másmilyennek tűnni, mint amilyen. Amint az ember megpróbál másnak tűnni, mint amilyen, elkezd játszani egy szerepet. Ritka az a helyzet, hogy az ember szerepet játszik azért, hogy saját magának ártson és másnak használjon. Gyakran az emberek azért játszanak egy szerepet, hogy másnak használjanak, de maguknak mindenképpen használjanak. A leggyakoribb motiváció azonban a szerepjáték mögött mindig a szerepet játszó életének és életkörülményeinek pozitív befolyásolása áll. Általában ez mások. Kárára történik. Aki ezt hosszú időn át sikeresen képes játszani ezt a szerepet, úgy, hogy a világ útját érdeti, azt a világ meg fogja jutalmazni, így vagy úgy. Ez az, amit megtévesztésnek hívunk. Vannak emberek, akik tudatosan, vannak emberek, akik tudatlanul végzik ezt a tevékenységet. Az én véleményem szerint a többség valahol a kettő között helyezkedik el. A legtöbb ember szeretne, jónak tűnni a többi ember előtt, okosnak, intelligensnek, pozitívnak, de igazából nem tudja, hogy mi az, amit csinál, és hogyan is kellene ezt csinálni. Ez a két karakter is ebbe a kategóriába esik, hiszen, mint ahogy a legtöbb ember, ők is teljesen átlagosak. Az átlag pedig mindig téved, szinte mindenben, amihez hozzáfog. A világ az átlag embernek épült és az átlag ember építi fel a világot. Tökéletes bizonyíték erre, ez a két karakter, akik az okos az új szexi YouTube csatornán szerepelnek. Amellett, hogy képviselik az átlagember tudatlanságát, még megpróbálnak egy olyan szerepet játszani, ami egyértelműen nem való nekik. És hogy még hozzáadjunk a problémához, a színészi képességeik is borzasztóak. Bár manapság ez olykor előny is lehet. A világ díjazza az övéit, és a világ imádja az övéit. Ezt a videót leginkább egy torszülöthöz tudnám hasonlítani. Az ember tudja, hogy nem kellene bámulnia, valahogy mégsem tudja levenni róla a szemét. Akár elismerjük, akár nem, a legtöbben ilyenek vagyunk. Az élet nagy feladata megtalálni az embernek az erősségeit, és azokat kihasználva előre haladni az életben, illetve megtalálni a gyengéit, és ezeket fejlesztve kialakítani egy olyan személyiséget, ahol a gyengeségeink támogatják az erősségeinket, és az egész személyiségünk együtt dolgozik, annak érdekében, hogy sikeresek legyünk azon az úton, melyet a Teremtő kijelölt számunkra az írásokban. De ha valaki nem hisz, akkor csak felejtse el az utolsó mondatod, Ugyanúgy vonatkozik rá a többi. Ezt valaki elmagyarázhatta volna ennek a két pojácának. De mivel úgy tűnik, hogy nem tette, ezért megpróbálom most én ebben a videóban. A borzasztó dolog, és az, ami nagyszerűen mutatja a világ jelenlegi állapotát, az, hogy még így is több mint tízezer ember rendszeresen hallgatja ezt az előadást, és ez a videó. 80 ezer megtekintésnél tart, és ebből a 80 ezerből 1800 ember vette a fáradtságot, hogy lájkolja. És ez az oka annak, hogy azt mondom, hogy a világot nem lehet megváltoztatni. Az ember meg tudja változtatni magát, megtalálhatja az igazságot, teremtőt, az ő írásain keresztül, és eljuthat hozzá, azonban ezt a világot nem lehet megváltoztatni, és ennek nagyszerű bizonyítéka az, hogy ez, amit ez a két idióta művel, ilyen népszerűségre tesz szert. De nem ők a probléma, hanem úgy általában a világ, ami ezt a fajta magatartás, ezt a szintet, amit ők képviselnek, díjazza. Ezért mondtam azt az elején, hogy a világ az átlag emberekből áll. Azért átlag, mert belőlük van a legtöbb, és az átlag mindig téved. Ráadásul mindenben tévednek, mindig. Nézzük meg, hogy mi is a pojáca, mert ez a két ember iskola példája annak, amit ez a főnév jelent. A pojácát manapság átvitt értelemben használjuk, de hogyha megnézzük a wiki szerint a régies jelentését, akkor ezt látjuk. A pojáca az egy közönség mulattató, cirkuszban vagy ritkában más szórakozó helyen fellépő, rendszerint kifestett arcú, feltűnő, mulatságos, öltözetű artista, aki betanult, vagy rögtönzött mókáival. Vilám gyorsan megérzném, hogy ez az, a ők betanulták azt, amit előadnak. Esetleg mozdulataival nevetséges, vagy furfangos együgyűségével mulattatja a közönséget. Más szóval egy bohóc. aki betanult vagy rögtönzött mókáival, mozdulataival, nevetséges vagy furfangos együgyűségével mulattatja a közönséget, mint két bohóc. Hogyha valaki végignézi ezt a videót, akkor meg fogja érteni, hogy mi az, amiért felolvastam ezt a definíciót, de itt nem fogjuk abba hagyni. Nézzük meg, hogy átvitt értelemben hogyan használjuk ezt ma. Vagy előtte, vagy utána érdemes végignézni a videót, és megnézni, ahogy ez a két pojáca előadja azt, amit csinálnak. Hiszen a pojáca nem más, mint nevetséges ember, aki éretlenül bolondozik, vagy más módon ostobán viselkedik mások jelenlétében. Úgy, mint egy videón például, aki olyan vicceket használ, vagy olyan szófordulatokat, amelyeket általános iskoláig nagyjából a felső tagozat közepéig még nagyjából úgy értékelt az ember, vagy elfogadta, utána azonban már veszélyes vizeken nevez az ember, hogyha megpróbál így ilyen formában viccesnek vagy humorosnak mutatkozni. Egyébként az olasz szóból ered, ha jól értelmezem, akkor palliaccio, úgy, mint szalma agyuk elnézve ezt a videót, értem, hogy miért is használják azt a kifejezést, hogy szalma agyú. Átvitt értelemben használhatjuk úgy is, mint egy ízléstelen személy, akinek tarka az öltözéke. Bár a legtöbb ember boldog tudatlanságban éli az életét, mégis megvan az a képességünk, hogy észrevegyük, hogyha valaki nem eredeti, valaki nem úgy viselkedik, amilyen, ha valaki megpróbál másnak tűnni, mint amilyen magyarul egy szerepet játszik. És általában azt nem szeretjük. A pojáca ezen kívül még tehetségtelen színész is, aki színpadi játékával nevetséges lesz. Az okos, az új, szexi, két bohóca, az ez a kategória különösen. Későbbiekben még folytatni fogjuk, mert ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy egyfajta tükröt tartson mindenki saját maga elé. A teremtő igazsága az a tükör, amit mindannyiunknak használnia kellene. Azonban mielőtt eljut oda az ember, számos lépcsőfokot kell megmásznia. És az önismeret az ennek az utazásnak az egyik alapvető eleme. Önismeret nélkül az ember nehezen tudja javítani a saját hibáit. Ez a két bohóc, intő példa mindenki számára, hogyha elhiszi, hogy ő okos, intelligens, vicces, jó színész, ahelyett, hogy megpróbálnák kideríteni, hogy mi a valóság, akkor egy olyan utat jár, ami nem fogja elvezetni őt a céljához. És a végén csalódás várja az embert. Kevés annál borzasztó pillanat van, mint amikor valaki viccet mesél, vagy viccesnek akar tűnni, és mikor befejezte azt, Kiderül, hogy igazából senki nem értékeli, vagy nem érti azt. Ebben a videóban ez egy visszatérő motívum. Mindkét oldalról jelzem. Ez azért van, és most visszautalnék a pojáca szó jelentésére, mert egy tehetségtelen színész, aki ráadásul még sajnos azt kell mondanom, hogy egy ízléstelen személy is, életlenül bolondozik, vagy ostobán viselkedik mások jelenlétében, és betanult mókával, vagy mozzulatokkal próbál mulattatni embereket, az színpadi játékával nevetséges lesz. Gondolom ők is érezték ezt, mikor megpróbálták előadni ezt a néhány viccesnek szánt jelenetet, de úgy voltak vele biztos, hogy néhány tízezer ember úgy is meg fogja nézni, akár mit is csinálnak, az átlag imádni fogja. Ezt a részt itt befejezzük, és vissza fogunk térni, hogy megvizsgáljuk, mi is az, amit ők mondanak, és mi az, amit tanulni tudunk abból, amit leszűrünk ebből a videóból. Addig azonban mindenkinek azt javaslom, amit magamnak, vagy bárkinek, akit kedvelek javasolni. Mindenki próbáljon meg tudatosan jelen lenni a nap 24 órájában, mert a legtöbb ember megpróbálja az egész életet végig navigálni robotpilótán. Ahhoz, hogy megértsük az igazságot, és el tudjunk jutni a végén oda, ahova belül mindannyian szeretnénk, ahhoz meg kell változni mindannyiunknak. Mert túl sok győzike, vagy pákó, vagy éppen okos az új szexi. Járja már azt az utat így is, amelyet az évezredek során a hozzájuk hasonló bolondok lábai jártak ki. Mindenképpen kövessétek az Infobubble kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halluja és shalom!